Szüdeti vigasságot tartottak a Madarász Imre Egyesített Óvoda Jókai úti óvodájában. Romhányi Sándorné tagóvoda vezető és kollégái igazi vásári hangulatot varázsoltak a csoportszobába. A szülők nagyszülők előtt megtartott program a gyermekek néhány napi vásári műsorával kezdődött, ahol a gyerekek énekét citerán Szabó Mityko Viktória szülő kísérte. Hagyomány, hogy minden ősszel megünnepeljük a születünket, mikor vásárossal, mikor állatbehajtóssal, mikor milyen műsorral. Nyilván ez függ attól is, hogy fiúk vannak-e többen, vagy lányok vannak többen. Ebben az évben úgy alakult, hogy 36 gyermek jár a mi óvodánkba, két csoportba, vegyes csoportba, és nagyon-nagyon készültünk erre a születi rendezvényünkre. Először az időjárás volt velünk nagyon kegyetlen, mert nem engedte, hogy megtartsuk a születünket akkor, mikor szerettük volna. És akkor a mai napon elértük azt, hogy megtarthattuk a születi vásárunkat, csak most meg az a fránya vírus volt az, aki nem a kedvünkre volt, hiszen nagyon sok gyerekünk lett beteg, és így, ami eddig még úgy nem nagyon fordult elő, 3-4 éves gyerekekkel adtuk elő a születi vásáros műsorunkat, de hősiesen helytálltak, nagyon ügyesek, nagyon büszkék vagyunk rá. Egy aranyos 3-4-5 éves gyerekekkel összeállított műsort láthattatok. Nagyon fontos számunkra, hogy az óvodai életbe mi pedagógusok, nevelőmunkát segítők, elsősorban a gyermekek részt vegyenek, de a szülők bevonása mindig is nagyon fontos volt, és azt gondolom, hogy ezután is az lesz, hiszen az együtt megélt élmények, azok a maradandó élmények, amikre a későbbiekben lehet visszagondolni, meg lehet beszélni, ki lehet tárgyalni, mindenféle érzelmet lehet hozzákötni, és így történt ez most is. Két kislány édesanyja volt az, aki Szabó Mityko Viktória, aki általános iskolában tanult citerán. És amikor a szülőértekezleten szóba került a születi rendezvény is, hogy mit szeretnénk és segítséget szeretnénk hozzákérni, ő jelentkezett, és hát néhány hét alatt elevenítette fel a tudását, nagyon büszkék vagyunk rá, és nagyon hálásak vagyunk, hogy kiállt, és biztosította számunkra a citera muzsikát. A vásári jelenet után a gyerekek kézműveskedhettek. Tyukodi László népi faszobrász a fafaragást, felesége Tyukodi Lászlóné Marika gyöngyfűzést, míg Pincésné Sós Gyöngyi népi iparművész a csuhé baba készítését mutatta be az óvodásoknak, akik ezt követően saját babát is készíthettek, de volt kukoricamorzsolás is, hiszen régen az őszi családi munkákhoz ez is hozzátartozott. A napot táncház zárta, bár betegség miatt kevesen voltak a gyerekek, de a jó hangulat így sem maradt el. Ebben a nevelési évben 15 új kis csoportosunk érkezett, nagyon szépen beszoktak először, aztán megbetegedtek, aztán újra beszoktak, és megint megbetegedtek, és újra beszoknak, szépen folyamatosan. Biztosítottuk az anyás beszokatást a kedves szülők számára, és elég sokan éltek is ezzel a lehetőséggel. Szeretetteli környezetbe átölelve a gyerekeket fogadjuk, és vagyunk velük egész nap. Amikor már a gyerekek megérzik a biztonság a szeretet biztonságát, akkortól fogva nincsen gond a beszokatással. És azt gondolom, hogy mindent elkövetünk, hogy ezt mi előbb elérjük. Két új kolléganőnk van, csak sajnos az egyik kolléganőnk beteg, ő Seresné Bődi Viktória. Ő ismerős a mi óvodánkban, hiszen szakmai gyakorlati idejét itt töltötte 3 éven keresztül. Sajnos ebben az időszakban őt is utolérte a vírus, és otthon betegeskedik, és kívánunk neki nagyon hamar mielőbbi gyógyulást, hogy visszajöhessen hozzánk. Ő a Pitypang csoportban úgymond az én párom. Együtt nevelgetjük a gyermekeinket, és a Süni csoportba Domokos Csilla kolléganő érkezett Budapestről. Nagyon gyermekszerető, gyermekbarát, remek szakmaisággal rendelkező kolléganőket kaptunk, amiért nagyon hálás vagyok, mert az a szeretetteli, szakmai tartalommal megtöltött délelőttük sora ugyanúgy biztosítva van, mint ennek előtte volt.